Nos, hölgyek, urak, Szoly vagyok, visszatértem. Megtörtént a játékban az első kifagyás, úgyhogy ez így nagyon-nagyon jó. Nem baj, első napos dolog, itt volt egy mentés amúgy a játéknak, most hát igazából előbb volt a mentés a játéknak, de úgy döntöttem, hogy idáig eljövök, és akkor igazából innen akkor nézzük az egészet, mert igen. Akkor nem húznám az időt, akkor induljunk a Lizzie's bárba. És akkor most nem kapcsolom be a híreket, csak a minibárból elveszem az italt, aztán akkor úgy csinálgassuk a dolgokat. Na most egy picit változtattam egy-kettő dolgon. Nem, mégis gyorsan megisszük, ameddig még bent vagyunk. Tehát egy-kettő beállítást így állítgattam, most remélem, hogy a hanggal nem lesz gond. Vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy bízunk benne, hogy a kép... Akár is bízunk benne, hogy a kép az most jó lesz. Vagy legalábbis jobb. Ha még egy esetleg a hanggal majd lehet, hogy még vacilálok valamit, majd meglátjuk, hogy hogyan lesz. De lényeg, hogy most egy kicsit megállítottam az OBS-en, ha ez így nem fog működni, akkor egy, szomorú leszek, kettő, hát még mindig ott vannak más szoftverek, úgyhogy majd azokat kell alkalmaznom, csak azoknak van előnye, hogy valószínű azok látni fogják a játékot, meg valószínű, hogy egy az egy bát tudják majd adni, amit én látok a képernyőn. Csak cserébe rohadt nagy fájlokat fognak létrehozni. Ja igen, itt van ez az életmód tanácsadó, itt ugye már hallottunk egyszer, de hát mindegy. Ameddig hallgatjuk itt az emberkéket, addig nézzük a várost. Jó, ja, mindenre beigen, ja, mert az előzőben is ugye ezt válaszoltam. The neuromotor relaxation exercises three times a day, they'll soothe and lift your spirit. I know this. Sure, okay. See you later. Ettől függetlenül, mondom, még most is vannak képkocka kiesések, de azért annyira durván nincsenek, mint a felvételben. Tehát nem értem, hogy mi a problémája, de ahogy én így figyelgettem, meg így most így hirtelen gyorsan így átolvastam így az internetet, amennyire csak lehetséges volt, mástól is azért van ez így, hogy megy a játék, de ha felvevő programot vagy élőadást szeretne belőle csinálni, akkor valami nem oké, valami gigster. Valami gigster történik olyankor. Na és ugye ideig jutottunk el, és valahol itt adta meg magát a rendszer. Áh, szóval pont mielőtt megérkeztünk volna. Jó, hát igen, akkor kiszállunk. This looked like a landing pad to you. Could have fucking crushed us. Out of my way. What? Who the fuck are you to say that to me? Arasaka counter intel. We done here. Jó, tehát a lényeg, hogy nem támadtam meg, mert úgy vagyok vele, hogy nem akarok agresszív karaktert csinálni. Megpróbálok úgymond nyugodt, és megpróbálok minél inkább passzív, vagy hát mi ez, partizán karakter csinálni. Sietek. Listen, I'm in a hurry and you're wasting my time. Gonna keep an eye on you. Yeah, yeah. Welcome to Lizzie's. Köszi. Jó sötét van amúgy ide bent. Na most már azért jobbak a fényviszonyok. Aha, arra kéne menni. Terület biztonságos, nézem itt a térképen, itt a mini térképen. Aha, és sok felé el lehetne boklászolni, de hát igen, megmakacsolom magamat, Szovi vagyok, nem nézek körbe mindenhol. Ez a játék, ez hát igen. Tehát látszik, hogy első napos a történet. Látszik, hogy első napos még a történet, és hogy még vannak azért még azért hibák. Tehát a T-pózban álló emberkék. Még azért vannak. Na.
De engedjük el a dolgokat, semmi probléma nincsen. Aki első napon vesz játékot, az... annak igazából tisztában kellene lennie ezzel a ténnyel, hogyha első nap veszed meg a játékot, akkor ilyenek vannak benne. Tehát ezért szokták azt mondani, hogy első nap nem szabad videójátékot venni, hanem úgy várni kell vele 2-3 hetet. Általában olyankor már azért jól szokott kinézni a rendszer, és általában akkor már kijavítják az ilyen vicces dolgokat. Na de, itt van Jackie. Jó, leülök. It's good to see you too, Jack. How you been? I got sparks flying between the Valentino boys and Maelstrom. Eddie's there for the taking, as long as you don't get flatlined. Yeah, I know how it is. Can't complain, but we ain't here to shoot the shit about me. Let me hear about this problem of yours. Ennek köztünk kell maradnia, remélem, hogy... Before I start, this stays between us. Por supuesto. Serious. This thing, it could ruin me. So could I. You do realize who you're talking to, right? The guy who's done this before. You remember what happened in Mexico, at the border? I peep one word? I know. You saved my ass. If word about the cartels had gotten out... But it didn't. And this won't either. That's why you came to see dear old Jackie. Na, és akkor adom ezt az adott szilánkot. Hogy nézd át, te is. Data shard. Take it. Kicsit furcsa volt a karunk. Furcsán csillogott, de mindegy. Mm-hmm. Mm-hmm. Amíg hümmöksz, addig körbenézek. Won't come cheap. It'll have to be done on the sly. No trail. Ja, csak úgy oda. Jó. Got the money. Full crew job for sure. Techie, maybe two. A runner with a gold-plated brain. And a driver with wheels from hell. Not to mention, a solo. Mm-hmm. The piece I'm missing. That what you need from me? My trigger finger to zero this lady? Hát szükségem van valakire, akiben megbízok. Delicate situation, I know. That's why I need somebody I can trust. This ain't no delicate situation, hermana. It's a hit job. Plain and simple. You know how Arasaka operates. Or... okay, maybe you don't. This isn't a professional request I can refuse. But I can. And I am. And you should too. Now, what do you say we liquor up and talk life? Gracias, mamita. Double tequila with grenadine and lime. Nothing better for drowning nerves. Jó, hát persze, ígyunk akkor. Was that a toast? What the hell does that even mean? You raise a glass to your mama, your hermana, to the mamacita you'll meet at the bar, but this doesn't say a damn thing to this. This job and all the rest of that corpo bullshit, you know what it is? Un pacto con el diablo. Been saying it all along. Sold your soul to those Arasaka fuckers. Today... they got you to zero somebody. Tomorrow, they'll get somebody else to zero you. Jó, de hát ezek a szabályok, igen. Tehát az Arasakana meg a cégeseknél mindig ez szokott lenni. Tehát az alapjátékban is ez van. Jó, ezek a szabályok, igen. Jack, you wanna be top? You gotta have some skin in the game. Yeah, but you're not on top. It's a bro Arasaka is. And you're the pendejo who keeps him there. Work for yourself, live for yourself. That's the only way. Maybe someday. But for now, I'm still well within their reach. You'll always be within reach. Always Hey, you lost? Got a problem? V, is that right? És ti kik vagytok? Azt hiszem, még nem ismerjük egymást. Did Jenkins send you? Don't believe I know you. You don't. But we know you very well. Jenkins assigned you a task today. You'll share all the details with us. Ez nem tartozik rátok. No, don't believe I will. That's between me and Jenkins. Fuck! How you feeling? Pretty sharp dive, huh?
Your access to company networks is hereby revoked. In 2 minutes, any company cybernetics in your possession will cease functioning. Give us the data you received from Jenkins. This will conclude termination procedures. Azt figyeltétek, hogy a pasasnak felvillant a szeme sárgán? Meghekkelt minket. Hogy jött rá? How the hell did you find out? That is not your concern. És alatt nem mondtunk semmit, azt hiszem, hanem ez a fejünkben volt ez a gondot, tehát már az agyunkban is olvas. Ez egy konzol cowboy, vagyis hát netrunner, na mindegy, szóval értitek. Egy hack. Jó, hát igazából ezek szerint nincs más választás, mint átadni. Smart choice. We done? With the formalities? Yes. But I think Abernathy would gladly up our fee for ridding her of a piece of rot like you. Stand up. You're coming with us. Come on, move it. Oh yeah, Spinnin. I think you fellas might have forgotten just how far from home you are. Not sure this barrio's your style, let alone a healthy option. Yeah, claro. Is that a threat? Well, you start shooting, maybe we join in, huh? Before you know it, somebody might die today. We have what we came for. It'll do for now. Hát, köszi Jackie, csak ezzel egy kurva nagy bajba kerültünk. V, how you feel? You all right? Hát, mint egy szar darab igazából. Like shit. My throat's like sandpaper. Not sure I can breathe. It's like when my little primito was ditching drugs. Nasty chills, trembling hands, cold sweat and dry heaving. Yeah. Sounds about right. Hey. Should I get you to a ripper? Or, I guess, maybe trauma team's on its way. Mindent elvesztettem. TT policy's gone, Jack. So are my biochem controllers, company pad, I mean... They have seized my bank account, not frozen, seized. Jesus, these fuckers move fast. Igen, tehát úgy meghekkelt a pasas, hogy mindenét elvesztette V. Tehát a bankszámlát, a lakást, mindent. Tehát gyakorlatilag lenullázták. Ez kb. Ugyanaz, mint a Bud Sandra Bullocknak az a filmje. A hálózat csapdájában. Ja, itt vagyok. Na, csak egy kicsit ki kell fújnom magamat. A hálózat csapdájában. Most hát ugyanaz megtörtént, csak két másodperc alatt. To be that, Jack. Just lost control of my life. Completely. I'd say you got it back. You couldn't say no to him. So they sent it to you. This is a turn for the better. You'll see. Besides, you haven't lost everything. Yeah, mégis maradt egy barátom. About to say, I still have a friend. That's sweet. No, dumbass. You still got that wad for the hit job, don't you? Probably some fat-ass chunk of cha-ching. Just right for a new start. That's right, chica. Buckle up. Hey, you hearing all right? Don't look so hot. V! V! Hát, tudod, a tequila és a hekkelés az úgy durva kombó. It starts now. Another day ahead of us in this city of dreams. Ooh, I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. Every new day here means 100 new arrivals, but only half these gonks will survive a year, and that's if it's a good one. And why do these peeps come to NC? Well, to be street samurai like Morgan Blackhand and Waylon Boa Boa. The greater the risk, the bigger the bounty, kids. Or so they say. But you can only be a major league player for so
so long. The faster you live, the faster you burn out. If you don't get a bullet to the brain first. NC's Legends. Know where you'll find most of them? The graveyard. Matters not where you're from. Matters not where you start. What matters here is the walk you walk. In Night City. The city of dreams. Egy kicsit rövid bevezető volt szerintem. Tehát én úgy azt hittem, hogy még egy kicsit azért még így fogunk így cégeskedni. Hát ezek szerint nem. We're looking for somewhere in this building. Probably crawling with the pendejos that kidnapped her. Eyes and ears open, all right? Speaking of which, got you a little something. Militech training shard. In case you need to brush up on your dance moves. Down for some target practice in VR? Jó, legyen az oktatóanyag, azt most meg akarom nézni, igen, hogy miről van szó. Beszélj a kiképző őrmesterrel. Jó. Őrmester. Jó, gondolom, itt megmutatja játék, hogyan kell harcolni, meg minden egyéb, úgyhogy azért ezt megnézzük. Jó, az utolsó az nagyon-nagyon jó hangzik, igen, az érdekelne. Militech can't encrypt for shit. But they clearly got drill and jarheads in their blood. Now, station one, you maggot! Move! Tehát négy kiképző modulva, jó. A harc alapjai. És ezek szerint sorba kell menni. Jó, tehát kiképzés megkezdése. Na nézzük akkor a harcnak az alapjait. Let's blast through a tactical target practice program. You know, a little warm-up. Vedd fel a fegyvert, jó. Felvétel, illetve használat. Jó, hát elvesszük egyelőre. De mozog a... Ja! Egy kicsit félrehord amúgy. Jó, tehát célozni kell, igen. Mert különben széthord. M25 IS Ajax impulzus gépkarabé. Nyomd meg a C gombot a lekaporodáshoz és fedezék berejtőzéshez. A fedezék megvéd az ellenséges tűztől. Iktass ki minden ellenséget. Took a hit. Use a reanimator to patch yourself up. Megsérültél. Ha az életerőd nullára esik, meghalsz. Elvétel. Nyomd meg az X gombot most, hogy használj egyet az életerő visszanyeréséhez. Aha, jó, X-el lesz akkor az életerő. Jó. Vagy hát legalábbis ugye ott most. Jó, lépj be a kiképző területre. Iktass ki minden ellenséget. Ez ugye érdekes lesz. Ez azért eltalálnak rendesen. Oké. Okay. Úgy tűnik a fejlövés hatásos. Na, várj egy picit.
Zsír. Stand on the platform and we'll move on. Jó. Lépj a platformra, oké. Na, megvolt az első. Ó, hackkelés. Erre van szükség. Ez kell nekünk ide. Szeretnék hackkelkedni, igen. Igen, közelítsd meg az ablakot. Nyisd ki a szkennered. A tab gomba megnyithatom a szkenneremet, igen. Ja, nyomva tartva, ugye? A melóval kapcsolatos tárgyak arany színnel vannak kiemelve. Szkennelj le két ilyen tárgyat. Oké. Okay. Szerver robban, hiba előidézése, túlterhelés. A veszélyforrások piros színnel vannak kiemelve, a hackelhető tárgyak zöld színnel vannak kiemelve, az egyéb módon hasznos tárgyak kék színnel vannak kiemelve. Engedd fel a tab gombot a szkennelés leállításához. Oké. Okay. Jesus, Corpo speak. Work a little hack magic on the screen to distract the guard. Használd a TV képernyőt az ellenség figyelmének elterelésére. Igen. Ha van kiberdek telepítve a szkenner egy további felületet biztosít a gyors hackkelések és a célpontok kiválasztására. Használd a figyelem elterelést az őrszem figyelmének elterelésére. A rendelkezésre álló gyors hackkelések a listájában Q, illetve elgérgörgő. Igen. Adatok pingelés, időtartam 0 másodperc, visszatöltés 0 másodperc, feltöltés idő 2 másodperc. Megpingeli a célpont hálózatát, hogy felderítse hozzá csatlakozó embereket és eszközöket. Pingelés, illetve ellenség elterelése. Időtartam 30, visszatöltés 0 másodperc. Igen, meghibásodást idéz elő a készüléknél, amely hibás működésével elvonja a közelben lévő emberek figyelmét. Igen, és akkor F-fel végrehajtom, ugye? Hát jó, nézzük meg lesz a pingelést, jó? Blokkolva, mi? Gyors hack feltörése folyamatban. Kiberdek RAM. 1/3. Blokkolva van. Na várj, most ezt nem nagyon értem akkor, hogy most mi van. 1-es, 3-as, 2-es. Ugye el kellett volna engednem? Bocsánat. Tehát igen, kijelölöm és elengedem. Jó, oké, okay, oké, okay, az. Tehát igen, mindig ki kell akkor jönnöm belőle. Jó. Ellenség elterelése. Jó, akkor ezt hajtjuk végre. De az is blokkolva van. A hackkelt eszközök megjelenő ikon jelzi, milyen sokáig maradnak aktívak a gyors hackerek. Aha. Például mutatja, mennyi ideig fog kitartani a figyelmelterelés gyorsak. Lopóz oda az őrhöz. Now take him out quietly. All right, all yours. Take him out. R. Egy. Never smart to leave behind any trace of your handiwork, especially the dead kind. Now pick up the body and hide it somewhere. Jó. Testfelemléséhez menj közelében, nézz rá és tarts hosszan nyomva az R gombot. Jó, igen. Jó, föl van véve. A halott és eszméletlen ellenségeket megpróbáltad elrejteni, ezzel a kerülheted, hogy mások felfedezzék. Oké. Okay. Ja, hát akkor kidobom a szemetet, igen. Úgy, né. C gomb, googolás. Igen, nyom meg a C gombot a lekuporodáshoz és csendes mozgáshoz. Ugolás közben zajtalanul mozoghatsz. Igen. Lopózzak öde. Oda. Szedd le az őrt és rejtsd el a testét. Megragad. Igen. Kiiktatás és test elrejtése.
És mivel közel van egy ilyen cuccos, ezért már így kapásba ebbe bele is dobja. Jó. Gyakorlat tesz igen a mestert, jó, igen. Gyors hekkelés eszközök irányítása. A gyors hekkeléssel átveheted az irányítás bizonyos eszközök felett. Nyomd meg hosszan a tab gombot, a szkenner aktiválásához, majd célozz a kamerára. Kamera vezérlés. Hekkelés, kamera vezérlés, igen, időtartam nulla, igen, lehetővé teszi a kamera teljes irányítását. Jó, hát akkor hajtsuk végre. Gyors hekkelés, összetettebb helyzetek. A fejlettebb gyors hekkelések segítségével a környezetet és az ellenfeleket a saját előnyödre használhatod. Ellenség meghekkelése. Aktívan irányítasz egy ellenséges kamerát vagy löveget, még mindig gyors hekkelhetsz további eszközöket és ellenségeket. Nyomva kell tartani a tab gombot. Jó, oké. Okay. Betörés protokoll, gránát felrobbantása, robot. Nincs elegendő szabad RAM. Oké, okay. Tehát akkor ezt tudom csak alkalmazni. Ugye? Mert semmi más nem látok itt jelen pillanatban. Jó, tehát igazából tök minden, valamelyiket akkor igen. Betörés protokoll. Betörési hátra lévő idő 999 másodperc. Igen. A jégcsákány démon feltöltéséhez előbb újra kell alkotnod a szekvenciát a megfelelő karakter kiválasztásával a kódmátrixból. A kiválasztott karakterek a pufferben találhatók. Betörés protokoll. A betörés protokoll mindig az első aktív sorral kezdődik. Válaszd az 55-öt a kódmátrixból. Igen. Ha kiválasztasz egy karaktert az aktív sorból, a hozzátartozó oszlop aktiválódik. Válaszd az 55-ös kódot a mátrixból. Igen. Az aktív terület a sorok és oszlopok között változik. Most válaszd a BD-t. Betörés protokoll, démon feltöltéséhez előbb pontosan újra kell aktiválnod a kódszekvenciát, válasz az 55-öst. Válasz gyors hekkek, nyomd meg hosszan a tab gombot és célozz valamelyik őrszemre. Használd a gránát felrobbantásához gyors hekket, akár gyors hekket, hogy egyszerre mindkét tört kiiktasd. Jó, hát akkor ezt alkalmazzuk. Jó, le is vonta akkor a ramokat, úgy ahogy van, igen, és akkor el is engedem, és akkor most feltöri. Oké, okay, így már értem, oké. Okay. Azért a másik egy kicsit elgondolkodott, hogy most akkor mi van, most meg kell halnom. A kamera nézetből való kilépéshez nyom meg a C gombot. Oké. Okay. Ezen a képzésen is túl szeretnél gyors hekkeket használni, rendelkezned kell kiberdekkel és a rajta telepített gyors hekkel. Az jó. Jó, tehát akkor harcolni már tudunk, hekkelni már tudunk, hekkelni szeretnék majd sokszor, igen. Következő oktatás teljesítve. Lopakodás. Teljesítetted az oktatás következő részét a szimulációból. Kilépéshez válasz az ajtót, vagy ha más játékfunkciót szeretnél megismerni, nézd meg a további oktatóanyagok listáját. Jó, megnézzük még a lopakodást. Azt megnézzük majd, hogy mi a negyedik. Hogyha negyedik valami olyasmi, használd az ajtót az szimulációhoz való kilépéshez. Jó, megnézzük még a lopakodást, hogy az hogyan működik. Mert hogyha úgy van, akkor még lopakodást is gyakorlunk. Igen. Jó, megyünk akkor lopakodni. Nyomd meg hosszan a tab gombot a szkenner használatához. A robot araszaka, igen. Egy célpont megöléséhez optikai kiberverrel célozz be és nyomd meg az egérgörgőt. Jó, tehát akkor így meg tudom őket így jelölni. Azok az ellenség, akik nem tudnak jelenlétedről, folytatják a tevékenységüket. Figyeld a viselkedésüket, és használd ki, amit megtudsz, hogy lopakodva elkerüld őket. Lépj be a kiképző területre. Oda? Oké. Okay. Ellenséges terület. Oké. Okay. Akkor én legugolok, jó? Vagy itt még nem kell? Jó, akkor itt még egyelőre nem kell. Lopakodás. Ha bekerülsz egy ellenség látóterébe, az éberség kijelzője elkezd megtelni. Keres fedezéket, hogy ne vegyen észre. Find cover, quick. Nice, nice. Now, move slowly towards the exit.
Stay out of sight. Az jó, közel volt. Stealthy now, V. You ever relive a ninja BD? Just like that. Jó, ezt talán nem figyel ide. Nova, well done. On to the next jó, area. Meg volt, oké. Tartsd a szemed a biztonsági rendszereken, például a lövegeken és a megfigyelő kamerákon, amelyek riaszthatják az ellenséget. Oké. Now the same thing, only with the camera. Jó, megnézzük akkor. Igen. Biztonsági kamera, hiba előidézése, átvitel, elterítés, aktiválás, távolról, tevékenységek, technikai adottság. Egy szép pont megjelölése, ez igen, akkor nyomjuk meg akkor ezt. Jó. Azon kívül akkor semmi nincsen itt. Jó. Az ellenséges kamerák, amelyek érzékelhetnek narancskennelés a sugaruk, még a barátainknak zöld. A kamerák észlelnek, ha belépsz a látóterületekbe, de hangot nem érzékelnek. You're not a gonk-brained Militech recruit. Get moving. Jó van, de hát hadd menjek már így át. Nice work today. Just stay. All right. Ja, ennyi volt a lopakodás. Ja. És mi ez még? Haladó harc. Jó, megnézzük. Mi az, hogy haladó harc? Most így nem... Ha mondjuk van benne egy hackeréses harc, akkor... Ja, hogy közel harc. Careful. Looks tough. Okay. Aha. Erős ellenfelek megragadása. Nálad sokkal magasabb szintű ellenfeleket egy koponya ikonnal jelöltük. Könnyebben képesek kiszabadulni a szorításból, birkózás közben. Az ilyen ellenségeket nagyon nehéz legyőzni, ezért tanácsos óvatosan eljárni. Okay, that'll do. Jó. Maybe we find someone closer to your weight class. Köszönöm, igen. Gyakorlat teszi a mestert, oké. Okay. Gyors támadások, nyom meg a bal egérgombot a gyors támadáshoz. Igen. Oké. Okay. Majd ha nomádot csinálok, akkor majd csinálok ízni kipofózós karaktert. Na, gyors támadási kombinációk, gyors támadó kombó végrehajtásához nyom meg a... Igen, a bal egér gombot, miközben az előző gyors támadást végrehajtod. Erős támadások, nyom meg hosszan a bal egér gombot az erős támadás feltöltéséhez, aztán engedd el. Állóképesség. Az ellenfelet folyamatos... támadással lemeríti az állóképességedet. A gyors és erős támadásnak különböző állóképesség igénye van. Az aktuális állóképességedet egy sárga sáv jelzi a kijelződ tetején. Aha. Az a staminám. Jó. Ellenfelek blokkolása. Az ellenfelek blokkoló állásban üzd meg, hogy lásd, milyen hatással van rá. Nagyjából semmi. Igen. Blokkolás megtörése. A gyors támadások nem sebzik a blokkoló ellenfelet, csak az erős támadás tudja megtörni a blokkolást. Ennyi. Oké. Okay. Blokkolás. Nyomd meg hosszan a jobb egér gombot a blokkoló állás felvételéhez. Jó, a blokkolás állóképesség költsége. Ha a blokkolás közben megütnek, a támadás levesz az állóképességedből. Ha állóképességed nullára csökken, megtörik a blokkolásodat. Oké, okay. Tiszta sor. Igen, mi van még? Támadások blokkolása. Az ellenfeled erős támadásai meg tudják törni a blokkoló állásodat, ahogy a te erős támadásaid az övét. Na gyere! Egy. Na gyere, üssé! Úgy, jó, kettőt leblokkoltam. Oké. Okay. Ellentámadások. Bejövő támadás hárításához nyom meg a jobb egér gombot, hogy blokkolj, éppen mielőtt eltalálna,
hogy hárítsd a támadást, és automatikusan bevigyél egy az ellenségnek az ellentámadást. Jó, oké. Amúgy tök olyan, mint a Witcher 3-ban, amikor... amikor verekedés van. Oké, kitérés, koppincs, kétszer a WASD gombra a kívánt irányba való kitéréshez. Na gyere! Hopp! 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 Oké, megvan, ki vagyok térve. Oké. Már kitértem. Közelharc, használj minden eddig tanult technikát, hogy legyőzz az ellenfelet. Jó. I can teach you no more. This is the part where you face your final test. Hova tűnt? Ja, itt van. Maradj a földön. Let's move on to melee weapons. Grab a sword. Oh! Hú! Közelharci fegyverek. A megtanult közelharci technikák használhatóak közelharci fegyverekkel is, mint például a katana. Tehát tudok vele védekezni. Na gyere! Na, azért akartam, igen, tehát mondom, hogy... Arra voltam kíváncsi, hogy... Hogy vajon ezzel is lehet-e hárítani. Lehet, csak nagyon jól kell időzíteni. Végső tesz, számos fegyver és kiberdekkel is fel vagy szerelve. Most egy sor ellenféle fog szembe kerülni, akikkel már találkoztak kiképzése során. Győzz le őket belátásod szerint. Jó. Jaj! Megállni. Tudok csinálni ide fegyverzavart. Araszak a robot, arti stimulás, kibúvó, igen. Tehát ennek a fegyverét meg tudom hackkelni. Fegyverzavar ennél is. Hát akkor fegyverzavartot csinálunk ennek. Meg ennek is. Nálad pedig... Betörés protokoll tudok alkalmazni. Betörés protokoll 1C. Az itt van. Akkor 55-ös. Jégcsákány, oké. Minden démon feltöltve. Kész. Kilépő felület, jó. Hát nem úgy néz ki, mint ami sikerült volna. De jó, oké, sikerült a fegyvereknél, jó. A gépfegyvereknél sikerült, oké. Ezek szerint nem sokáig tart. Jó. Looks like you're cruising already. Hop on the platform. Oké. Virtuális kiberdek törölve lett, gyorsákkelések. Oké, sok siker. Oké, köszönöm. Jó, mindent megtanultunk, oké. Srácok, lányok, én azt mondom, hogy a szimulációból való kilépés előtt én akkor elköszönök tőletek. Akkor ennyi lenne most ez az legelső rész, így a Cyberpunkból. Most megnézem a felvételt, hogy jól sikerült-e meg minden. Ha jól sikerült, akkor látni fogjátok ezt a felvételt, ha nem, akkor nem. Meglátjuk majd akkor, hogy hogyan lesznek, de akkor igen, föltörténetszára fogok rámenni, és haladunk szépen tovább. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, Szolyi voltam, legyetek jók, igyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. Következő részben folytatjuk a Cyberpunk 2077-et. Sziasztok!